Megújuló műemlékek, újjászületett a Habsburg kapu és a halászó gyerekek kútja a budavári palotában. Modellváltás jelentősen emeli az oktatók bérét és az ösztöndíjak összegét a MOME. Tehetségek Magyarországa, több mint 50 ezer fiatal vett részt a programban. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Újabb mérföldkőhöz ért a budavári palota felújítása. Több műemlék is újjászületett az elmúlt hónapokban. Megújult a Habsburg kapu és a hozzátartozó lépcső. Befejeződött a turulszobor rekonstrukciója, és a halászó gyerekek kútja is a régi fényében tündököl. Így emelték vissza eredeti helyére a budai vár ikonikus turulszobrát. Donát Gyula szobrászművész 1905-ben készült 5 méter magas és 7 méter széles alkotását teljes körűen restaurálták. Ehhez pedig egy szabadtéri restaurátorműhelyt állítottak fel a Savoyai teraszon. A 9 tonnás szobor állapota a kisebb javítások ellenére az utóbbi évtizedekben jelentősen leromlott, ezért volt szükség a felújítására. Kijavították rajta a repedéseket, a lyukakat, saját anyagával, tehát bronzhegesztéssel történt meg a restaurálás, és hát meghagyták, megőrizte a régi patináját is, tehát patina megőrző restaurálást végeztek rajta, illetve megtisztították a szennyeződésektől. A Nemzeti Hausmann program részeként most nem csak a turulszobor újult meg, de a Habsburg kapu és a hozzátartozó lépcső is újjászületett. A kovácsoltvas kapu Hausmann Alajos tervei alapján Jungfer Gyula műhelyében készült el a századfordulón. A II. Világháború során aztán jelentős sérüléseket szenvedett, majd a 70-es, 80-as években helyreállították, de az egyre romló állapota miatt ismét halaszthatatlanná vált a restaurálása. Ez pedig már a halászó gyerekek kútja, amely hosszú idő után megújulva került vissza eredeti helyére. Többek között a szoborcsoport hiányzó részeit is pótolták. Célunk az volt, hogy a kutat ismét úgy állítsuk föl, ahogy annak idején Hausmann Alajos megálmodta és megtervezte. Megújítottuk, ahogy láthatják, a kutat két oldalról körülvevő zöld felületet, felújítottuk a térkőburkolatot, kiépítettük a dísz és közvilágítást is. A szökőkút eredeti méretűre növelt medencéje Hausmann elképzeléseinek megfelelően immáron földszíni növényágyak közé került. A Nemzeti Hausmann program részeként idén nem csak a most átadott halászó gyerekek terasza született újjá, de a Szent István terem és a Királyi Lovarda épülete is. Amikor évekkel ezelőtt kollégáimmal megpróbáltuk megfogalmazni a Nemzeti Hausmann program küldetését, és egyben annak a munkának a lényegét és célját, amit mi itt a budavári palota negyedben végzünk, akkor két biztos pontot már a legelején rögzítettünk. Állítsuk vissza ennek a területnek a világörökségi helyszínhez méltó állapotát, amihez a századfordulós Hausmanni aranykort vesszük az alapul, és egyben hozzunk létre és alakítsunk ki egy olyan városrészt, amely időről időre új és új eseményekkel várja majd az ide látogatókat. A halászó gyerekek teraszán adventi vásár és egy a régi idők karácsonyát megidéző szabadtéri kiállítás is várja a látogatókat. Jövőre is csak elektronikus úton tudják kiváltani a 2022-es parkolási engedélyeket a hegyvidéken élők. Ezt az önkormányzat közleménye szerint a járvány indokolja. A várakozási hozzájárulás január 3-ától igényelhető az eügyintézés.hegyvidék.hu oldalon. Akinek még nincs fiókja, annak első lépésben regisztrálnia kell. A felsőoktatási modellváltásnak köszönhetően minden eddiginél magasabb összegből gazdálkodhat a Moholy Nagyművészeti Egyetem. Az intézmény a plusz források egy részét az oktatók béremelésére és a hallgatói ösztöndíjak növelésére fordítja. Újabb mérföldkövéhez érkezett a Moholy Nagyművészeti Egyetem megújítása, történetének eddigi legnagyobb béremelésével. Nem csak az alapbér növekszik majd a jövő évtől, de az azt kiegészítő bónuszok is.
Az intézkedés a MUME nem csak több éves elmaradását pótolja, de a visegrádi országok élmezőnyéhez zárkózik fel. A bérrendezésre a modellváltással nyílt lehetőség az intézménynek. 2022-től az egyetem közel 4 milliárd forintot szán munkatársai javadalmazására, ami meghaladja a MUME eddigi teljes költségvetését. Az oktatói életpályán a belépő tanársegédek, művésztanárok esetében 70%-os béremelést hajtunk végre, és a docenseknél 60%-ot, ez már egy idősebb, tapasztaltabb oktatói kört érint, és a oktatói életpálya csúcsa az egyetemi tanároknál pedig egy 50%-os alapbéremelés várható jövőre. Emellett jövőre megduplázódnak a hallgatói támogatások is, így a szociális, kollégiumi és tanulmányi ösztöndíjak egységesen a bachelor, a master és a doktori képzésben is. A modellváltó egyetem állami forrását támogatási keretszerződés határozza meg 5 évre előre. Ezt egészíti ki a különféle pályázati és vállalkozói tevékenységekből befolyó bevétel. Például felnőtt képzést, MUME Open tanfolyamokat indítunk az érdeklődőknek, akár a professzionális területeken zajlik ez a felnőtt képzés, de aki éppen csak kézműves tudását szeretné elmélyíteni, arra is van az egyetemünkön lehetőség. Így néz ki a MUME újonnan megnyílt anyagkönyvtára, amely a legfrissebb és leginnovatívabb anyagok mintáit gyűjti egybe a világ minden tájáról. Az anyagkönyvtár is lehetőséget kínál a különböző üzleti és tudományos együttműködések kialakítására. A jövő évtől éves bérleteket szeretnénk értékesíteni vállalkozások és nagyvállalatok részére. A hallgatók bármelyik egyetemről jöhetnek hozzánk ingyen. A MUME a képzési palettáját is bővíti a jövőben, például angol nyelvű képzések válnak elérhetővé, fotó, film, valamint a design területén. Minden hiányzó adatot pótolni kell ahhoz, hogy a szülők visszakapják az SZIA visszatérítést, erre figyelmeztet a NAV. Annak a szülőnek, aki családi pótlékot kap, nincs teendője. Azoknak viszont, akik nem kapnak családi pótlékot, de jogosultak családi kedvezményre és szeretnék megkapni 2022. február 15-éig az adó visszatérítést, ki kell tölteniük a visszadó nyilatkozatot, és be kell nyújtaniuk december 31-éig a NAV-hoz. Újabb oltási akció lesz december 16-a és 18-a között a kórházi oltópontokon. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztrációval fel lehet venni akár az első, a második, vagy akár a megerősítő harmadik oltást. A megerősítő oltást mindenkinek ajánlják a szakemberek, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg az előző oltást. Közben újabb 3575 koronavírus fertőzöttet találtak Magyarországon, és meghalt 195, többségében idős krónikus beteg. Kórházban 6507 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 563-an vannak lélegeztetőgépen. Jelenleg csak nem 170 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Idén is összefogott a rendőrség. A BRFK munkatársai a tavalyi évet felülmúlva 7 tonna adományt gyűjtöttek a rászorulóknak. A gyűjtés során a kerületi kapitányságok és a főosztályok versenyeztek is egymással. A felajánlások között többnyire alapélelmiszerek voltak, de a szaloncukor és a mogyorókrém sem hiányzott a csomagokból. Az adományokat a Mikulás gyárnak adták át az egyenruhások. A fiatal tehetségek egyéni fejlesztése és a tehetséggondozó szakemberek tovább képzése is kiemelt célja volt a Tehetségek Magyarországa programnak. A projekt összesen 50.005 és 25 év közötti gyermek és fiatal bevonásával valósult meg, hangzott el a 12. kerületben tartott záróeseményen. A marsot leszámítva első utazásunk a Proxima Centauri csillag körül keringő Proxima B bolygóhoz vezetne. Neumann János önreprodukáló robotjainak létrehozásával ez költséghatékony módon megoldható volna.
További részleteket a földön kívüli életfeltételekről és az első kolóniák létrehozásáról Varga Bencétől tudhatnak meg. Az érettségi előtt álló fiatal a világűr meghódításáról tartott tudományos igényű előadást a Tehetségek Magyarországa program záró rendezvényén. A sok esetben a pedagógusok számára is jelentős koncentrációt igénylő prezentációk közt egy másikat egy 16 éves gimnazista tárt a nagyközönség elé. Horváth Milán egy matematika oktatást segítő alkalmazást hozott létre. Vannak tanárok, akik írtak nekem köszönő leveleket, hogy ők például ezzel tanítanak a mindennapokban is. Úgyhogy pozitív visszajelzések is érkeztek az alkalmazásról, mind a szülők, diákok és tanárok részéről. A Milán által alkotott program a Google Play-en a legkeresettebb magyar fejlesztésű matematika gyakorló alkalmazás. Mindkét ifjú tudós az Unió által támogatott Tehetségek Magyarországa program mentorátja volt. A különleges tehetségek felkarolását célzó programról a projekt vezetője beszélt. A tehetséggondozás az nem azt jelenti, hogy adunk a matekból tehetséges gyereknek három új feladatlapot, és azt bevasaljuk rajta, hanem komplex szemléletet, vagy holisztikus szemléletet igyekszünk megvalósítani, és ez nagyjából a programok forrásainak a felhasználásában is tükröződik. Az 50-50% az ilyen, mondjuk úgy, hogy szimbolikus jele annak, hogy körülbelül fele arányban fókuszálunk a diákoknak a különleges tehetségterületeire, ennek az erősítésére, ezeken a területeken újabb lehetőségek biztosítására. De körülbelül 50%-ban, és persze hát ezek szimbolikus százalékos elosztások, de jelentős részben fókuszálunk arra is, hogy milyen háttértámogatás szükséges, készségek, mentális felkészültség terén a diáknak ahhoz, hogy a kiemelkedő területeit ki tudja bontakoztatni. Bajor Pétertől megtudtuk, hogy a program a környezet tehetségbarát átalakítását is célul tűzte ki. Ennek keretében valósították meg a pedagógusok képzését, és hozták létre a minősített műhelyeket is. Ehhez a személyi és tárgyi feltételeket is biztosította az uniós és a kiegészítő költségvetési támogatás. A program költségvetése 6 éven át 6 milliárd forint volt, ezt egészítette ki a Nemzeti Tehetségprogram. Jövőre a Nemzeti Tehetségprogram keretében egy évre 4,4 milliárd forint áll majd rendelkezésre a tehetségek támogatására. A tehetséggondozás tehát eddig is kiemelt területe volt a kormánynak, a jövőben is nemzeti ügynek tekintjük a tehetségek támogatását. A támogatott programok óvodás, vagyis 3 éves kortól elérhetőek voltak minden köznevelésben tanuló gyermek számára megfelelő pedagógusi támogatottság esetén. A mentorálás megjelenési formái is széles skálán mozogtak, ezekről is beszélt a program vezetője a Hegyvidéken tartott projektzáró rendezvényen. Kis csoportos egyéni fejlesztések, a tutorprogram, mint újdonság, készségfejlesztő hétvégék, táborok, egyéni tanácsadás, mentorálás, különböző rendezvényeken bemutatkozási lehetőségek és az ösztöndíj. Ezekkel a lehetőségekkel az elmúlt 6 év során több mint 50 ezer tehetséges gyermeket segítettek, és közülük 2600-an nem csak szellemi muníciót, hanem anyagi segítséget is kaptak tehetségük kibontakoztatásához. Szerdától látogatható a Vármúzeum új kiállítása. A középpontban a Középkor című tárlat az elmúlt egy év ásatásainak legizgalmasabb leleteit mutatja be a nagy közönségnek. Mindezeket egy kalandjáték során ismerhetik meg a látogatók. 2021-ben 9 helyszínen végeztek ásatásokat a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei, ebből 5 kiemelt feltárás a vár területén zajlott. Fontosak mondjuk a dísztér 17-es számú épület kutyában talált poharak, amelyek egy nagyon szép kis leletegyüttest alkottak. Magát ezt a pohártípust ismertük, de azért mindig öröm egy ilyen 1-2 mm vastag poharat, az akkori fazekas mesterségnek a csúcspontját, vagy egyik csúcspontját megtalálnunk. De izgalmas mondjuk a várból előkerült törökkori kengyel, ami azt mutatja meg, hogy az akkori kovács mesterség milyen fokon állt. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!